Ír Gyula, a költő felel. Dolgozom. Küzdve alakítom nem csak magamat, aminő még lehetek, akinek jövőjét az ihlet óráin gyanítom. Formálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki, azt próbálom létreidézni, azt a lényt, ki még csak agyak bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat. Mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani barátaim, hogy valaki neki szántan, előre rohant a korából egy új, egy tisztatáig, valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem eképsültve a fölfölbukó úttörőre, hova fut? Elbújt. Játszik. Játszunk. Így száll énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel, mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk legyetek értelemmel hát irántunk, mert nincs vállalkozóbb, s bizakodóbb szerzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jót. Ide teszem az akácról az illatot. Ide teszem a dunláról a fényt, leányról a mosolyt, a fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vízen a fény, a lány s fiú csak szebb s elevenebb, Magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi. És ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan maradt kezünkben, olvasó.